Üdvözöllek, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: milyennek látod a jövődet? Tedd fel magadnak ezt a kérdést, és én azt mondom neked, hogy kezd el egy picit álmodozni róla, vagy vizualizálni, hogy fogsz kinézni, mit fogsz csinálni, milyen ingatlanban fogsz lakni, hány ingatlanod lesz, mi lesz a hobbid, kivel szeretnél élni. Ezeket egyébként érdemes vizualizálni, mert ha hiszed, hanem ez egy ilyen önbeteljesítő jóslatként esetleg még akár szerencséd is lehet, és oda is érsz. Viszont akinek nincs jövőképe, általában mondhatom azt, hogy ő szerint nem fog érni sehova, tehát sajnos ezek viszont tények. Tehát azok az emberek, és ez az embereknek a 3%-a mindössze ilyen, aki képes vizualizálni önmagát a jövőben, tehát van jövőképe, akár 5 évvel később, 10 évvel, 20 évvel későbbi képét. És nagyon-nagyon érdekes, én ezt nem gondoltam volna, ezt nem tudatosan csináltam egyébként én sem, hogy fiatal koromban én igenis láttam, hogy nekem egy Győr-Szabadhegyen lesznek családi házaim, és vannak is egyébként, természetesen, de én ezeket láttam egész fiatal koromtól fogva. Ez nagyon érdekes, ez nem, tehát nem ilyen tudatos volt akkor, tehát akkor még nem voltak ilyen, se képzés nem volt, se ingatlanos könyv, semmi, csak én ezt én láttam, hogy nekem itt lesz, és ezen a részem. És amelyik részen egyébként láttam, hogy lesz, igazából ott van is, tehát ott is van, meg van még több helyen is persze, de valahol egyébként ez a lényeg ez egésznek, úgyhogy javaslom neked is, hogy akár ülj le, kicsit csendesítsd el magad körül a dolgokat, tehát akár magyarul egy csendes helyet keressél. Most nem kifejezetten meditációt mondok, mert nem vagyok az a meditálós típus, és akkor egyébként válok az univerzummal, tehát én nem ez vagyok. Viszont legyen jövőképed, és én igenis láttam magam, hogy fognak kinézni a házak, hol lesznek a házak, az, hogy például családi házak lesznek. Tehát én ezeket viszont láttam már 10 évesen is. Az, hogy persze csak jóval később tudja az ember megvalósítani, az egy dolog, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ha neked soha nem volt ilyen jövőképed, akkor sajnos az baj, mert véletlenül dolgozol valahol, méghozzá nagyon keményen valaki másnak. Jövőkép nélkül én úgy gondolom egyébként, hogy mindenkire ez a sors vár. Nincs vele baj egyébként, mert nyilván ezek az ilyen emberek is kellenek, akik egyébként tehát akár az én céljaimért dolgoznak, és más emberek céljaiért dolgoznak, és ezért ő pénzt kap, és ő ezzel meg van elégedve. Tehát ezzel én szerintem egyébként baj nincsen. Viszont én úgy gondolom, hogy ha az a 3%-hoz akarsz tartozni, akkor igenis kezdj el vizualizálni dolgokat. Ezt úgy a legkönnyebb egyébként, hogy mi például rengeteget sétálgattunk akár Szabadhegy egy adott környékén, a végén egyébként csodát történt ott, tehát aztán a saját házunkat ott is értük meg, ahol tényleg sétálgattunk, hogy ugye gyakran látsz valamit, és amikor te gyakran látsz valamit, akár egy ingatlant, igazából előbb-utóbb bevillan a képzeletedbe is az ingatlan, és utána már fel tudod könnyebben öltöztetni, hogy hoppá, szintváltok, tetőt cserélek, akármi, de hogy a fantáziádat egy picit elősegítsen, egyrészt olvassál, mert az olvasás egyedül, amivel egyébként a fantáziát tudod fejleszteni, és semmilyen más módszer nincs rá. Mert amikor olvasol egy jó könyvet, a rejtőjelenő könyvek egyébként nekem ilyenek voltak fiatal koromban, hogy ott elképzeltem ezeket a szereplőket, hogy néznek ki, stb. Tehát, hogy egy idő múlva el tudsz jutni az olvasással. Az ingatlanokkal egyszerűbb a dolog, hogy ugye jössz-mész a környékeden és látsz ingatlanokat, de amit te igazából, ami neked tetszik, vagy amit te meg szeretnél valósítani, azok között, az ingatlanok között sétálgass, és igenis képzeld el, 5 vagy akár 10 év múlva, hogy neked egy ilyen ingatlanod lesz, és minél gyorsabban és erőteljesebben el tudod ezt képzelni, minél élethűbben, hidd el, hogy meg fognak indulni ezek a természeti törvények feléd is, és segíteni fognak téged, hogy elérj oda. Természetesen ez nem úgy, hogy ülök és akkor majd jön felém az ingatlan, hanem neked azért rengeteget kell tenni, de viszont látni fogod az utat, hogy mit kell neked tenni, mit kell megtanulni, milyen tanfolyamokat kell menni, mi az a munka, amit neked meg kell csinálni ahhoz, hogy egyről a kettőre, és ezeket mindent látni fogsz, és egyenes utad vezet oda,
ahol amit látsz a jövőképet az ingatlanodról, amit látsz a jövőképet magadról, egyenesen oda fogsz tudni menni. Lehet, hogy lesznek kis kitérők, de lásd magad, lásd a jövődet, a jövőképedet, a jövőbeli énedet, ingatlanodat, és azt meg is fogod szerezni. Ezt nekem elhiheted, én is megszereztem. Erről aztán persze én írtam is egy könyvet, hogy ezt hogyan kell csinálni. Szerintem, ha van kedved, olvasd el, reagálj rá, és majd remélem tudunk beszélni személyesen is. Szia!